Hát én sose szeretem egyébként a lovakra fogni, de most sajnos kénytelen vagyok, hisz az első napi díjhajtásomat a szenyor nevezetű lovam elrontotta, és ez egy derültékből villámcsapás volt, tehát nem is értem a mai napig, hogy mi történt aznapra vele. Nem csak aznap, mert másnap a maraton is hajtottam, ott sem volt igazán jó. Hát hozzátartozik az, hogy azért én a tavaly, amikor elkezdtem, a tavaly évet nem tudtam végigversenyezni. Az első versenyen sem értem körbe, mert volt egy balesetem. Utána idén kezdtük volna, akkor a pandémia miatt csúsztak, és nem voltak versenyek, úgyhogy összesen három versenyen indultam, és ez volt a negyedik versenyem, ez kevés volt. Tehát én annak tudom be most ezt az eredményt, hogy keveset versenyeztem, sokkal többet kell majd versenyezni, ahhoz, hogy újra a csúcsra kerüljünk, bár minimális különbségek vannak. Tehát hogy az első nap nincs ha a sportban, és nagyon szeretem használni, de mégis fogom. Ha az első nap jól sikerül, akkor valószínűleg, hogy most ott a dobogók környékén vagy a dobogon lehetnék. De hát ez így alakult, úgyhogy ez elment ez a verseny. Még egy kicsit hamarkodott azt mondani, hogy folytatom és csinálom, de valószínű, tehát így nem akarom abba hagyni a sportot, hanem szeretném a csúcson abba hagyni, amit nem nehéz, de szeretnék visszakerülni a csúcsra, világbajnokságot nyerni, Európa bajnokságot nyerni, és akkor abba vagyom. Aachenben találkozunk? Aachenben ott leszünk. Utazom ki a magyar kettes fogat hajtó csapattal Drepkoba Hollandiába, ahol világbajnokságunk lesz. Én vagyok a válogatott edzője, és három lovag is indul az ifjú Dobrovicsal, úgyhogy ő esélyes lehet akár ott a világbajnoki aranyéremre is. Úgyhogy nagy szurkolunk, és segítjük a fiúkat, ahogy tudjuk. Utána pedig utazok át Aachenben.